Itt az adás során már az elmúlt napokban sokat beszélgettünk arról, hogy október 23-ával kapcsolatban általában az aktuál politikai események dominálják az ünnepet, meg a megemlékezés, de hogy ez ne csak így legyen, most egy új könyvről fogunk majd beszélgetni a híres, híres 56 című dokumentum regényről, annak szerzőjével, bent, Csabával. Jó reggelt! Kíván. Jó reggelt! Kívánok. Hát azt írják az ajánlóban, hogy titkosított CIA jelentéseket is felhasznált a dokumentum regény elkészítéséhez, hogy kiderüljön, hogy 56-ban ezekben a napokban, az októberi napokban mi történt Kecskeméten. A CIA jelentésekből volt olyan, amit nem tudhattunk volna hazai forrásból. Hát a, ez a CIA jelentés, ez 1957. június 11-i értezésű, és 87 darab katonai objektumnak a leírását tartalmazza, mint egy vázrajzszerűen angol és magyar nyelvű. Ebből azt a következtetést lehet levanni, hogy már az 50-es évek közepén is rendelkezésre állhattak kémek, az amerikaiak számára dolgozhattak. Méter szerint pontosan le van írva az a bizonyos kecskeméti homokbányai laktanya, ahol egy jelentős számú haderő a harmadik hadtest állomásozott, és ez, ez a hadtest ez azért jelentős befolyást gyakorolt a kecskeméti forradalmi eseményekre. Hát ugye ez egy örökös és visszatérő, jogos is kérdés, ugye a hazai a magyar történelemben, hogy miért nem segítették Magyarországot az 56-os eseményeknél. Ez egyébként valamilyen szinten ezekből a jelentésekből kiderül? kapott a, a választ? Ez a jelentés, ez a, a laktanyának a leírására szorítkozik. Értettem. Tehát politikai fejtegetést, akkori aktuál politikai fejtegetést nem tartalmaz. tartalmaz. És ez miben adott hozzá a történethez? Mert hogy azt ígéri ez a mű, hogy tisztázatlan kérdésekre ad választ. Hát uh, tulajdonképpen abban a a részében segítette a könyvnek a megírását, hogy el lehetett képzelni azt, hogy ebben a hatalmas mérő laktanyában hol zajlottak a foglyok, az időközben a fegyveres harcok során elfogott kecskemeti forradalmároknak a kihallgatása. Tudjuk azt, hogy Szegedről érkező hadbíró és eljárás keretében számos kecskeméti fegyveres forradalmát nevezzem így szabadságharcost ki akart végeztetni, amit tulajdonképpen a kecskeméti főügyészség akkor vezető beosztás súhálásában dolgozó dr. Karácsonyi István ügyész megakadályozott. A, ami fontos, még szerintem valószínűleg, hogy nagyon sok embert ilyenkor ez érdekel, hogy ön inkább a, a 23. eseményeket követő időszakra koncentrált, ugye a könyvének a szerkesztésekor megírásakor, vagy egy teljes képet kapunk az előzményekről, a forradalom részleteiről és az azt követő időszakról. Én igyekeztem egy átfogó teljes képet nyújtani egy igen hosszú bevezetővel indítom a regényt. 46 oldalon keresztül először egy magyarországi kitekintéssel, némi nemzetközi kitekintéssel indítom az eseményeket, és a bevezetőnek a kb. A kétharmada pedig Kecskemétnek az 50-es évekbeli állapotát is bemutatja. A Kecskeméti akkori társadalomnak az állapotát olyan szinten belásta magam a témába, hogy még a az időjárás jelentéseket is hmm. megtaláltam, hála az internetnek. Uh -huh. Így tudjuk, hogy adott napokon éppen 14 fok volt, amikor kitört a forradalom kecskeméten. Leírom a forradalomnak az eseményeit, és a, a forradalmat követő súlyos megtorlásnak az egyes stációit is leírom. Uh, mindezt ugye jelen időben? ami még, Igen. hogy mondjam, átélhetőbbé teszi az egész történetet, és alapvetően ez regény. Tehát, tehát, hogy fordulatos, és itt pont a bevezetőt lapoztam föl, itt azt reméli, hogy a helyi iskolásokhoz is eljut. Mennyire fogyasztható ilyen töménységben ez a történet, mennyire, mennyire sikerült gördülékenyíteni, hogy érzi. Akik már olvasták, azt mondják, hogy ez egy összetett mű. Tudom, nyilván én írtam sok szereplős műről van szó, sok nézőpontból. Nem könnyű könyv, a téma sem könnyű, de hát a középiskolások számára ez egy felfogható és fogható tartalmú mű lesz. Az előző regényemmel a hírős holokausztal, ami Kecskemét zsidó deportálásának eseményeit taglalja. Ezzel kapcsolatban is tartottam rendhagyó órákat a Kecskeméti gimnáziumokban. Nem titkolt tervünk Borzák Tibor kiadóval az hogy a híres 56-tal is eljussunk a, a, Kecskeméti középiskolákba, ahol azért ezek a rendhagyó történelmórák, én úgy látom, hogy mély nyomokat hagytak a középiskolásoknak a lelkében. Ugye általában, amikor 56-ról beszélünk, és az októberi eseményekről leginkább érthető módon persze természetesen a budapesti eseményekre fókuszálnak tartalmilag és az régi archív felvételeket kapcsolatosan. Mennyivel különböztek a kecskeméti események mondjuk a fővárosétól? Volumenében kisebb volt. Nyilván a halottak száma, a sebesültek száma arányosan kisebb. Kecskemét 1950-es évek elején, közepén egy mintegy 88.300 körüli létszámú lakossággal rendelkezett, de itt is lezajlottak harcok, fegyveres harcok. Körülbelül két nap alatt folytatta vérbe a katonai hatalom ezeket a harcokat. A kiinduló pont hasonló. Kecskeméten a, a gyári munkásság és a pedagógusok voltak a, a, a forradalomnak a kovásza, a legaktívabb réteg, a forradalmi munkástanácsok, a pedagógus forradalmi tanács. A, itt is ugye az emblematikus, a kommunista hatalomnak a jelképe, a középületek homlokzatáról való leverése, gondolok itt a, a régi, Címerre, kommunista címerre a vörös csillagra, ezekkel indultak az események, de itt is ugyanolyan markánsan megfogalmazódtak a pesti és a Szegedi Egyetemisták követeléseihez hasonló követelések. Azt írja, hogy még sikerült a hatalom oldalán állókkal, illetve áldozatokkal, áldozatok hozzátartozóival is beszélni ezek közül. Mit emel neki, mi volt a legérdekesebb, legfontosabb találkozás? Én beszéltem 1956-ban ügyészként dolgozó idős ügyész kollégával, aki érdekes dolgokat, apró momentumokat mondott el. Beszéltem tüzérhadnaggyal, aki tulajdonképpen családtag, mert a páromnak a, a nagypapájáról van szó, 93 éves, Koncsik Mihálynak hívják. Beszéltem... A, a könyv egyik fejezetének a témájának egy elszenvedőjével, kecskemét mellett, akkor még község volt, Tiszakécske. Kecskemétről indítottak vadászrepülőgépet azért, hogy legéppuskázzák a békés tüntetőket, akik éppen a budapesti események miatt szolidaritási tüntetést tartottak, és egy ilyen fals információt szórtak el, hogy akasztani akarják a pártitkárt. Szó se volt róla. Ez így Kecskeméthez köthető, és egy akkor 10-11 éves kisfiú Kovács István József, aki túlélte az eseményeket, ő számolt be nagyon részletesen a Tiszakécskei repülőgépes támadásról. Hogy -e túl? Megsérült, nem jelentkezett orvosi ellátásai, nem szerepel a, a egyébként a kórházi dokumentumokban. 118 sérültje volt a tiszakécskei borzalmas repülőgépes támadásnak, és 18 halottja. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Is. Köszönjük, szépen. köszönjük szépen.